A szél fújta hajó. A hajóderékban volt egy vánkos. Eső áztatta, nap sütötte, szél fújta párna. Péter a dereka mögé tette mindig, mikor éjszaka kapásra várt. A felesége szőtte, saját kezével varta. Csak a vánkosnak dőlve tudott igazán jót pihenni. Mikor látta, hogy a mester mennyire fáradt, kezébe nyomta. Dőlj le és pihenj, bízd ránk a többit. Nem is lett volna baj, de hirtelen feltámadt a szél. Úgy csapott le a tóra, mintha ki akarná löttyinteni a medréből. A mester aludt, mintha mi sem történt volna. Mintha a vánkos őrizné az álmát a legnagyobb viharban is. A sirály ismerte jól a vitorlavásznat. A hajó nappal a part mentén vesztegelt, a vitorla fel volt kötve. Ilyenkor megült a vászon kötegen a sirály, és a hajóval ringatózott. Ha fújt a szél, hallgatta a kötelek csapkodását. Éjszaka, mikor kihajóztak a halászok, ott repkedett a vitorla körül. Szélben megdagadt a vászon, és a hajó szinte röpült. Szélcsendben csak lógott a vászon. Viharban csapkodott, csattogott esztelenül. De ilyen vihart, hogy a vitorla égre szálljon, még nem látott a sirály. Mi lesz itt? Gondolta. Felrepül az égre a hajó. Mi lesz velünk? Kérdezték a tanítványok. Mi lesz velünk? Kérdezte Máté a vámszedő és az okos Tamás. Mi lesz velünk? Kérdezte Péter és András, János és Jakab, a négy halász. Hiába kapaszkodtak az evezőkbe, hiába lapátolták kétségbe esetten a vizet. A lapátok csak nyöszörögtek, a hajódongák csikorogtak, a vitorla bőszen csapkodott. Mi lesz velünk, mester? Rázta fel Jézust Tamás. Nem is érdekel, hogy elveszünk. Jézus felemelte fejét a vánkosról, és szólt a szélnek. Csitt! Mintha a barátjától kérne valamit. És a szél elcsitult. A hullámok lecsillapodtak.